Jó reggelt kívánok, január 7-én csütörtökön kora reggel mindenkinek, tudják, vezessenek óvatosan, lehet számítani ónos esőre, de egy picit melegebb van, mint például tegnap, amikor ugyanígy kora reggel jöttem. Éjgyomorra kora reggel egy 16,5 milliárd forintos Exim Bank hitelről szeretnénk beszélgetni. Pataki Mártonnal, az Együtt Budapesti elnökével jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mielőtt átnézzük a lapokat, egy kicsit a Garancsi István cégével és a lágymányosi fejlesztésekkel foglalkozzunk, ugye ön hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, vagy tett már? Én ezt már megtettem tegnap, kora reggel a budapesti rendőrfőkapitányságon. Igazából ez a hűtlen kezelés, ez egy mellékszála csak a történetnek, hiszen az, hogy egy állami bank hitelt ad egy ilyen Fidesz közeli vállalkozónak, az önmagában is erkölcsileg mindenképpen problémás lenne, de az, hogy konkrét esetben az Exim Bank tette ezt meg, ez a, még a jelenlegi törvények szerint is, a jelenlegi törvényeknek sem felel meg. Pillanatra álljon meg, két dolgot is mondott. Az egyik az egy erkölcsi szempont, ami nem feltétlenül releváns, mert ha jogilag lehetősége van például piaci hitelt adni, ugye ezt a TV2 kapcsán is 600-szor hallottuk, akkor abban nehéz belekötni. De a másik kérdés az Exim Bank módosításával kapcsolatban rögtön kérdésem, hogy elvileg a versenyképesség javítására már kaphatnak ugye egy tavalyi módosítás révén magyar cégek hitelt. Biztos, hogy törvénytelen? Hát nagyon tágan kellene értelmezni azt a versenyképesség javítását, hiszen arról van szó, hogy Garancsi István cége egy budapesti telket vesz meg a kinyilvánított szándékok szerint ingatlan fejlesztésre. Ez ugye semmilyen módon nem tudja javítani ennek a cégnek a versenyképességét a külföldi exportpiacokon, tehát ettől a Market ZRT-nek nem lesz több külföldi megrendelése. Ugye ez egy visszatérő probléma. Budapesten egy ingatlant fejleszt. Ugye ugyanez a TV2 történet, hogy a versenyképesség javul-e, vagy export cégek segítésére segít? Igen, hát én bízom a rendőrségben már abban az értelemben, hogy ők majd kellően kreatívan fogják ezt értelmezni. Na hogy ez lett volna a kérdése, hogy bízik a rendőrségben. Valamilyen módon majd mégiscsak megusszák ezek a személyek, akik ezt a hitelt biztosították, erre az utasítást adták, ez lehet, hogy egyébként a maga külgazdaság és külügyminiszter Szijjártó Péter volt, mert hogy azért 16,5 milliárd forintról valószínűleg maga a társaság vezetése nem dönthetne egyedül. Nézzük tehát a további pontokat. Az biztos, hogy eljutottunk odáig, hogy jó hiszem ő megtette a feljelentést, és az értelmezésre az ügyészség és a rendőrségnek lesz lehetősége. Tehát nézzük a következő pontot, ami probléma. Igen. Tehát a legproblémásabb az egészben, hogy egy olyan telket vett meg Garancsi István, amelyet egyébként maga a magyar állam is megtervez venni. Itt hoztam egy térképet, nem tudom, hogy be tudják-e vágni, hogy a kamera látja-e. Ez a budapesti olimpia 2024-esnek a megvalósíthatósági tanulmányából származik. Ez egy úgynevezett masterplan, ami a különböző olimpiai létesítményeknek az elhelyezését mutatja. Ez a hatástanulmány része? Igen, de ezt igazából nem a PVC cég csinálta, hanem egy várostervező cég, a BFVT, akik 2002 óta dolgoznak ezen különböző megszakításokkal, tehát hogy ebben már elég sok gondolatot öltek bele. És ennek több változata van, ez amit én elhoztam, ez a megvalósításra javasolt, úgynevezett A2-es, és itt bizony ezek a telkek, amikről itt szó van, tehát a Kopaszigát és a lágymányosi öbölnek a másik oldala, ami szintén része a teleknek, igen, egészen el a Budafoki útig, az ugye olimpiai létesítmények céljára van, a lágymányosi hídtól délre lenne egy ilyen teniszcentrum, tehát a teniszversenyek lennének, attól délre pedig a sajtó és a közvetítő központ, magán a Kopaszigát területén pedig a triatlon versenynek az úszó száma lenne. Erre a teniszre például kisajátítási költséget már kalkuláltak is, valami 7,7 milliárd. Igen, egy 7,7 milliárdot írtak be, ami tehát ilyen szempontból terv, de hogy azért fontos ez a terület, mert hogy ez pont szembe van az olimpiai stadionnak a tervezett helyével, illetve az egész olimpiai, tehát ez a központi része, és egyébként ugye az egész úgymond a Dunára lenne felfűzve, ezért van jelentősége például annak, hogy a média és közvetítő központ az ugye a Duna mellett legyen, mert hogy az az elképzelés, hogy majd gyors hajójáratokon fognak utazni a sajtónak a megjelent képviselői. Mielőtt elfogy az időnk, mi ennek a jelentősége? Tehát ez azt miért jelenti, hogy az állam adott hitelt Garancsi Istvánnak, igen, arra, hogy megvegyen egy olyan telket, amit később az állam vagy meg fog venni tőle, vagy ki fog sajátítani. Tehát gyakorlatilag mindenféle rizikó, kockázat, vagy saját tőke nélkül ő ezt a telket pillanatok alatt tovább fogja adni a magyar államnak, és ezen neki jelentős nyeresége lesz.
És ez olyan módon történt, hogy erkölcsileg ez semmilyen módon nincs rendben. Én ugye azt mondtam korábban egy sajtótájékoztatón, hogy ez vagy elképesztő dilettantizmus az állam részéről, hogy ő ad pénzt egy olyan telekre, amit ő aztán később meg akar venni ugyanattól a szemétől, vagy hát elképesztő korrupció, mert hogy hatalmas nyereséget biztosít valakinek, tényleg minden kockázat nélkül. Mit lehet ilyenkor tenni? Ugye, ahogyan ön is mondta, a kérdés, hogy az ügyészség ezzel fogja foglalkozni, a rendőrség hogyan tovább, ha ez zsákutca potenciálisan? Hát én annyit tudok tenni, hogy felhívom erre a közvélemény figyelmét, és aztán a végső soron a választók kezében vagyunk, tehát ezt figyelembe véve kell majd a döntéseiket meghozni a jövőben. Másik ügy, amire felhívták a figyelmet, ugye úgy fogalmazok, hogy az Együtt továbbra sem fogja tétlenül nézni, hogy a fideszesek ellopják a magyar polgárok pénzét, Szabó Szabolcsot idéztem, a közpénzből megvásárolt, vagy potenciálisan közpénzből megvásárolt horvát eszék foci csapatról van szó. Milyen bizonyítékaik vannak ezzel kapcsolatban? Egyelőre egy írásbeli kérdést tett föl a képviselő ez ügyben. Igen. Ugye úgy történik Magyarországon jelenleg a focinak, illetve más látványsportágoknak a támogatása, hogy a cégeket körbejárják, és ők társasági adó kedvezményt kapnak. Tehát gyakorlatilag az az adót, amit nekik be kellene fizetni a költségvetésben, ők mondhatják azt, hogy ők nem odaadják a költségvetésnek, hogy egészségügy legyen belőle meg oktatás, hanem ők odaadják egy sportegyesületnek. TAO csapat. Igen. És hogy ettől a pillanattól kezdve, ugye jelenleg a jogszabályok azt mondják, hogy az, ami ilyen TAO formában ment, az onnantól magánpénz, azt egy magántámogatásként kapták szinte, miközben ezzel csökkentették az adójukat. Aha. Tehát így lesz a közpénzből pillanatok alatt magánpénz, jogi értelemben megint, de hogy gyakorlatilag mi a különbség a kettő között, tehát hogy valakinek elengedték az adóját ezzel. Ezzel kapcsolatban milyen döntést terveznek az írásbeli kérdésen kívül? Lehet feljelentést tenni? Hát, vagy ez teljesen legális? Ugye az a baj, hogy legális, tehát hogy nem szoktunk annyira bízni abban, hogy a feljelentéseknek lesz eredménye, mert hogy eddig sose volt, tehát hogy a érdemi vizsgálatra se hajlandó, se a rendőrség, se az ügyészség. De hogyha ettől függetlenül látjuk azt, hogy valahol ténylegesen a törvényeknek a betűjét is megsértették, ott erre olyan módon szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy feljelentést teszünk. Ha itt is ez be fog bizonyosodni, akkor itt is fogunk feljelentést tenni. Kezd lassan mindenkinek annyira jelen, mint egy ombudsmannak, hogy a közvélemény erejéhez kell folyamodni, a közvélemény felhívja az ügyekre, és itt tartunk, ugye ez a lapok dolga is, úgyhogy hadd forduljak önnel egy kicsit a mai lapokhoz. Népszabadság címlap, Tomaj Monostor, kell a kisemberek földje is, ez a cím, olcsón vásárolja fel az apró parcellákat és a fideszes polgármester, ugye ez egy új mértéke vagy jellege a mostani földügyeknek. Idős emberek kaptak levelet a Fidesz-KDNP és Tomaj Monostori polgármestertől, 20-30 ezer forintos vételi ajánlatot tett a polgármester. Több száz hektár állami földet nyert, és nemrég a liciten is bevásároltak, tehát ez még egyelőre folytatódik. Igen, hát azt látjuk, hogy egyfajta új feudalizmus épül Magyarországon, kevés ember kezében központosul a földbirtok, falvanként néhány, illetve vannak ugye óriás területeknek a tulajdonosai. Nem gondoljuk, hogy ez bármilyen szempontból egészséges lenne, mert ráadásul ez úgy történik, hogy közben ugye van egy védelem, tehát hogy a külföldiek nem vehetnek földet. Kiderült, hogy kicsit vesznek mégis. Igen, ugye akik helyben laknak, meg mezőgazdasági, de hogy van egy szűk csoport, akik csak megjelenhetnek vevőként, ez igazából pont azoknak az embereknek a legrosszabb, akik eladásra kényszerülnek, akik eladják ezeket a telkeiket, földjeiket, mert hogy ők ugye rosszabb árat kapnak emiatt. Ezért, tehát hogy a lehetőség az tényleg ezeknek a helyi kiskirályoknak a kezében van. Fontos hír, Magyar Nemzet címlapja, közmunka elmaradhat a béremelés. Pedig minden eddiginél többet költ a kormány, csak valószínűleg a létszámnövelésre fogja ezt költeni. Igen, hát most már ugye lassan az lesz a szám, hogy ha minden hónapban 250 ezer ember fog közmunkát végezni, és a legnagyobb probléma ezzel nem csak az, hogy gyakran igazából nincs értelme a haszna annak a tevékenységnek, amit ők végeznek, de hogy be is zárja őket a közmunkába. Tehát ha valaki egyszer közmunkás lesz, onnan számára visszatérés a munkaerőpiacra, az igazi munkaerőpiacra már nem nagyon van. Ugye azt mutatják a számok, hogy jó, ha a tizedük el tud valamilyen módon helyezkedni egy igazi piaci munkakörbe. Milyen jogi lehetőség van az ellen harcolni, az ellen az egyre erősödő folyamat ellen, hogy embereket kirúgnak és visszaalkalmazzák őket közmunkásként ugyanabban a munkakörbe egy héttel később? Sokkal olcsóbb.
Ez elvben a törvények ezt nem teszik lehetővé, tehát én azt gondolom, ez hogy... Ez mégis történik, ugye? Hát, igen, bár mi ugye vártunk ilyen jelentkezők, volt egy programunk, ami kifejezetten a munkaügyi ellátórendszernek a megújítását célozta volna, és ennek részeként vártunk ilyen jelentkezést, és nem, hát nincs, nem vannak, akik sajnos, nincsenek olyanok, akik arccal, névvel vállalnák ezt, és kiállnának a közvélemény elé, hogy bemutassák ezt, miközben ténylegesen, hogy is mondjam, négy szem közt, meg ugye, úgyhogy ha nem derül ki, vagy nem kell kiállni, akkor viszont meg rengeteg ilyen történet például van. Például a diplomás közmunkások, csak ez stigmatizál is. Magyar Hírlap most is már a tavasszal elkészíti a jövő évi költségvetés tervezetét a Nemzetgazdasági Tárca. Ugye Varga Mihály tegnap újra sok szempontból, hosszú listával megerősítette, hogy a magyar reformok működnek. Igen, hát az a baj, hogy nem mondott elég információt, mert hogyha például a gazdasági növekedés sorolta volna, hogy 2014-ben 3,5% volt, idei évben nem lesz 3%, és a jövőre már ők is ilyen 1,7%-kal számolnak, az egy ilyen erősen lefelé mutató tendenciát mutat, és hogy egyébként tehát ezek a kormánynak a számai, vagy a Nemzeti Banknak volt egy növekedési jelentése tavaly decemberben, ugyanezt mutatja. Az történik, hogy a magyar gazdaság abból él, hogy évi 5-6 milliárd euró támogatás érkezik az Európai Uniótól. Ebből van minden beruházás, magánberuházás meg szinte gyakorlatilag nincs is. Tehát emiatt ugye nem újul meg a gyártóbázis, nincs tényleges dolgok nem történnek, és emiatt nagyon-nagyon szomorú jövő elé néz Magyarország sajnos. Erről lesz lehetőségem nem sokára kérdezni Varnai Péter Bennő, nemzetgazdasági államháztartásért felelős államtitkárt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.